Pont a Jobbik indulna itt, mikor a cigányokat gyűlöli. A Jobbik a Borsod 4-es országgyűlési egyéni választókörzetben Üveges Gábor, Hernád Szent Andrási polgármestert indítja az áprilisi országgyűlési választáson. Alakulásakor a Jobbik önmagát nemzeti radikális pártként határozta meg. Arra voltunk kíváncsiak, hogy a cigányság elhiszi-e, hogy a magyar gárda egyenruhájába parádézó, a cigányokat tolvajnak nevező Jakab Péter és pártja megváltozott-e? Nem fog megváltozni. Eddig nem változott, meg ezután sem fog megváltozni. Ugyanaz, mint régen volt, úgyhogy nem is lesz szerintem, hogy belőlek már jobb sose. Nem akarom mondjuk őket sértéket, és a bánat, de azért itten vannak a tévében, és lássuk, hogy azért itten sok konfliktusokat okoznak, hogy az embereknek nem jó. Kis István csenyétei polgármester szerint a cigányság soha nem fogja elfelejteni a nagycsécsi, a tatár-szentgyörgyi cigánygyilkosságokat. A polgármester kiemelte, hogy amióta a Fidesz van hatalmon, nem kell félni attól, hogy ezek az erőszakos események újra megtörténjenek. Mi részünkről, mint cigányság, nem szabad neki hinni, egyáltalán nem. És ki kell egy kicsit, hogy emeljem a Fideszt abból a szempontból az elmúlt több mint 10 évben. És hogy őszinte egyek is, a romákra mondom ezt, nem lőttek agyon senkit, és ezt fel kell, hogy hozzam sajnos, mint cigányokat, Tatár-Szentgyörgy, meg stb. Nagycsécs, és ennek azért hálásak vagyunk a Fidesznek. A 24.hu 2019-es cikke szerint Jakab Péter korábban arról beszélt, hogy a cigányok nagy része lop és nem akar dolgozni. A Jobbik vezetője, Jakab Péter, korábban számos botrányos kijelentést tett, többek között a cigányságra, akiknek most a szavazataikat akarják megszerezni. Hát az nem igaz, szeretnék ezek dolgozni, csak hogy munka legyen nekik, az a lényeg. Bos meg elvileg úgy van, hogy van azért munka, tényleg lehetőség. Lehet menni Bosba, jobbra, balra, azért most már azért közmunkán is, azért már egyre több ember fel van véve. A cigányok dolgozni akarnak, ő nem jól beszél a Jobbik, mert most nem lopnak, hanem ha van munka, akkor azok elmennek dolgozni. Az országot a romák építik. Most is megfigyelhetünk. Én is itt dolgoztam a pályán, az autópályán is. És ez úgy van tényleg, hogy mind romák voltak. Mind ők építették az autópályát. Aki akar dolgozni, az dolgozni fog, akinek sajnos csak a közmunka jut, csak a közmunka. Mert ugye a megközelített települések városokhoz képest, mint Csenyite is, sajnos más nem maradt, csak közmunka lehetőség. De az dolgozik helyben, lenne más lehetőség, akkor biztos, hogy dolgozna. Ezzel meg egyet nem értek teljesen, hogy lopnak meg ilyenek, mert vannak tisztességes emberek cigányokban is, ki kell, hogy mondjam, magyarokban is, aki ugyanúgy lop is, csal is, hazudik is, bűnözik is, úgyhogy én ilyen kijelentést nem tettem volna. Üveges Gábor szerint a térség kormánypárti képviselője nem foglalkozik a cigánysággal. Erről a legautentikusabb vezetőt, a csenyétei polgármestert kérdeztük. Hát én ezt így nem mertem volna kijelenteni, ahogy ő kijelenti, mert Csenyétén azt tudni kell, hogy Magyarország legszegényebb települése, 100%-os romák lakta a település. Nagyon meg vagyunk elégedve a Fidesszel, mert képviselő úrral is mondom, sok a kapcsolatunk, sokat szoktunk beszélni. Én úgy érzem, hogy elég jól támogassák, és mindenféle negatív dolgokat, amiket eddig mondanak róla, akkor az csak az ellenzék azért mondja, hogy hatalomra jusson. A csenyétei polgármester elmondta, hogy megválasztása után felvette a kapcsolatot Demeter Zoltán országgyűlési képviselővel, akivel azóta együtt dolgoznak. Jó a kapcsolatom országgyűlési képviselővel, büszkék is vagyunk rá, nagyon sok mindent meg tudunk beszélni közösen, nagyon sokat tudunk találkozni, amikor természetesen ezen a vidékre hiszen van, nagyon sok dolga van, de megpróbál ránk odafigyelni úgy, ahogy kell, kellőképpen, amiért köszönettel is tartozunk. Úgyhogy én szerintem sokkal jobb ez a körülmény, mint régebben volt.